már-már hagyományjá vált, hogy kisteleken megrendezésre kerül a citerások bánya. A citerájkütes nagyon sok szeretettel készült már hónapok óta, hiszen két év kimaradt ebből a rendezvényből. Most fogadják őket majd nagyon-nagyon sok szeretettel, hiszen nagy izgalommal fel vannak készülve a mai napra. Szeretettel köszöntöm távollétében Nagy Sándor polgármester urat, aki sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott ma megjelenni. De mindannyiunknak kíván nagyon jó szórakozást az esthez, és szavaival élve Isten hozta önöket Kistelekre a mai citerás bárra. Szeretettel köszöntöm Domonics János alpolgármester urat. Köszönöm, hogy zsúfolt programja mellett szakított időt a megjelenésre, hiszen őnek is van egy másik rendezvény elfoglaltsága is. Köszöntöm távol létükben Sejben József önkormányzati képviselő urat, köszöntöm Szalai Zoltán Szabolcs alezredes urat, akik szintén nem tudtak megjelenni egyéb elfoglaltságuk miatt. Köszöntöm Papné Kuba Éva, általános igazgató asszony és párját. Köszöntöm Sándor Attilát, aki fotóival megörökíti a mai estét, hogy örök időkre itt maradjunk. Szeretettel köszöntöm minden kedves vendéget, aki időt és fáradtságot nem kimélve buliznak itt az éjjel, és készülnek a tombola húzásra. Hálás szívvel köszönjük a támogatásokat, sok-sok tombola felajánlásokat. A Citera zenekar 1973-ban alakult, melyet 40 évig Rácz Imre bácsi vezetett. Távozása után egy rövid időre üres légkör maradt, de szerencsére a dermedtség hamar megszűnt, és 2013-tól Vígnél Ocskai Krisztina vezette át a vezetést mindannyiunk örömére. Folyamatosan megmérettetik magukat, és részt vesznek a minősítőkön, ahol mindig kiemelkedő díjakkal térnek haza. Zenekar tagjai Zudorné Helgyönyi tenor, Szabó László tenor, Igács Brigitta tenor, Békésiné Marietta Bőgő, Vígné Locskai Krisztina Prim, Víg Molly Prim, Kurtis Barbie Prim, Zelei Dóra Prim, Hegedűs Fanni Prim, Rácz Ági tenor, és új tagok, Szabó Lébító Katalin, Szabó Jázni. A zenekar tagja még Bozó Péter és Csikós Máté, akik sajnos szintén egyéb elfoglaltságuk miatt a mai napon nem tudnak részt venni. Velünk ünnepel Békési Dia Citerás is, aki most, mint vendég vesz rá részt az esten. És Kodály szavaival élve, aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.
a zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, ami benne érték, az mind meghatványozza. És most felkérem Domonics János alpolgármester urat, hogy nyissa meg a mai rendezvényt. Biztosan tudják, Marika nagyon sok kisteleki egyesületnek is segít. Először is engedjék meg, hogy elnézést kérjek Önöktől magam és polgármester úr nevében. Nem tudunk ma itt lenni Önökkel a vállon, nem tudunk együtt bulizni. Polgármester úr felhívott engem egy órával ezelőtt körülbelül, hogy elhúzódik az orvosi kezelése szóval, ezért nem fog ideérni. Én pedig egy Katalin vállaló buliból jövök, családi, baráti buliból. Azért engedjék is meg, hogy egyúttal minden kedves Katalinnak boldog évnapot kívánjam. A bárról az jut eszembe, hogy sajnos itt a Covid-járvány miatt kisteleken is nagyon kevés rendezvényünk volt az elmúlt időszakban, kevés bárunk is. De reméljük ezt jövő évben tudjuk pótolni, és minden visszaáll az eredeti kerékvágásban. Hallottam, hogy őfély találkozó lesz február végén. Reméljük Serben Józsiék meg tudják tartani az óvodabálat a szokásos tavaszi időpontban. És körülbelül egy két héttel ezelőtt volt az önkormányzatnak polgármester úr kérésére egy találkozó a helyi civil szervezetek számára. A helyi egyesületek vezetői jöttek el, ahol felmerült egy olyan ötlet, nem tudom, hogy önök mit szólnak hozzá, hogy jövőre szervezzünk egy falsági bálat is. Ez még egyeztetés alatt van, nincs még döntés, de ezzel együtt, és még esetleg a gasztronómiai fesztivállal, és természetesen Krisztinájai a következő citalabájával, már legalább 5 rendezvényünk, 5 bálat lenne újra kisteleken, azt szerintem egy szép szám. A harmadik, amíg ezzel kezdve kezdenem, szeretném volna megköszönni együttesnek és Krisztinának ezt a szuper szervezést, hogy újra megszervezték számunkra a Cetera-bálat, és hát most már nem csak az ő hírnevüket, hanem kisteleki nevét is örökítik ezzel. Önöknek meg szerettem volna megköszönni, hogy eljöttek, és mindenkinek nagyon jó szóra szeretnék kívánni, és ha visszaemlékeznek majd erre a bárra, akkor úgy emlékezzenek, hogy milyen szuperet bulisztunk, és jövőre is el fogok jönni. Végezetül engedjék meg, hogy egy-egy csokor virágot adjak át a szervezőknek, és sok sikert kívánjak nekik a további munkájukhoz, akkor pedig jó szórakozást ma este minden programjához. Elnézést kérek alpolgármester úrtól, hogy én egy ilyen picit
hiszre nőttem, és nem neki volt beállítva a mikrofon, de hiába álltam a múlt héten egész héten az esőn, nem sikerült nagyobbra nőni. Hát akkor kezdjük el a műsort. Első műsorszámként említettem önöknek, hogy van két új cipelásunk, akiket szeretnék most is bemutatni, Szabolné Vitó Katalin és Szabó Jászmin. Két hónapja kezdtek a hangszeren játszani. Nagyon lelkesen gyakorolnak, mindenki által ismert népdalokat fognak előadni némi segítséggel. Fogadják őket szeretettel, és esetleg énekléssel, ha olyanok a számok, segítsék őket. Oh,
következő műsorszám Gömöri dallamok, melyet az együttes nagyon nagy forgalommal játszik itt el. Thank you.
csak ürülni lehet. Következő műsorszám Elkondor Pasa. 2004-ben perui eredetű dal, Peru nemzeti többsége részének nyilvánította. George Milbar, argentin zeneszerző. A világsláger komponistája a műfolk alapművévé vált. Napokban hunyt el, 93 évesen. Fogadják szeretettel! Hát ilyenkor egy kis gyors hangolás. Meg kurcsere is szokott időként. Énekel Szabó László, és énekeljenek vele együtt. Önök is, ti is,
mi már többször az este végig énekeltük. Thank you.
Köszönjük ezt a számot, ezt az ismétlést különösen. Mollikám, gratulálok, és nagyon sokáig énekelni a csapatban még. És most megkérem a csapatot, távolul a színpadról. Egy picit, most én beszélek még, utána megkérem a Józsit, hogy ő majd segítsen be valamiben. Visszajönnek a lányok, fiúk még, csak átváltoznak teljesen, ismerhetetlenné. 2020 februárjában találkoztunk utoljára. Igaz, az egy nagyon nagy rendezvény volt, a sportcsarnokban bőtén találkozó. Hát 700-an vettünk ott részt. Józsiék nagyon sok szeretettel felajánlották akkor az alapítványnak ezt a bevételt. Hát a citerásoknak ebből van most sok-sok mikrofon, erősítő, amfal. Abból vásároltuk meg, Józsiék kinézték, és közösen használják. Én úgy tudom, már most biztosan tudom, hogy jövő februárban ismét lesz egy bőkény találkozó, ahova nagyon nagy sok szeretettel várunk mindenkit. Most, Józsi, neked adom a szót. Vagy a hangot. Hát igen, így igaz. Köszönjük szépen a zenekar nevében, hogy ma este önöket, titeket szórakoztathatunk itt. Igen, ahogy a Marika lelőtte a poénomat, én szerettem volna elmondani azt, hogy mindenkit sok-sok szeretettel várunk. 2023. február 25-én kisteleki sportcsarnokban megrendezésre kerülő második zenész és vőfény találkozóra. Szeretném, ha ugyanúgy megtöltenétek a termet barátokkal és mindenkivel, akivel csak lehet, jöjjetek bátran, érezzétek jól magatokat, hiszen azért vannak a környéken a zenészek. Hogy titeket szórakoztassanak. Én kívánom a citer a zenekarnak, nagyon-nagyon sokáig szórakoztassam még benneteket. Én úgy érzem, hogy megteszünk mindent azért citer a zenekarral, Marikával, hogy jól érezzétek magatokat. Mindjárt vissza fognak jönni, és a hang technikáért meg egy kis elnézést kérek. Én voltam a Bibis, mellé nyúltam a csatornának, és kinémítottam, illetve Mollit. Bocsánatot kérünk. Hát átalakult a csapat. A következő műsorszámunk egy székely mese, a Plektás asszony citerás módra. Nagyon szeretett plegykálkodni.
Jankó minden nap kiment az erdőbe fát vágni. Aztán betért a kocsmába, hogy mögigyon egy-két kupicálva a nap fáradalmaira. Hát Écő, amint betért a kocsmába, találkozott a komájával. Na, az mi? Tudod érte, hogy az a te feleségek milyen egy plétkás asszony. Hogy hozza, viti a hírökkel kapatba. Nem úgy van az az én áldott feleségem. Az kettőt se szól, a főszínek nincs párja. Na jó, lehet, hogy néha mégis beszélget egy kicsit, de nem plétkás. Te veszek a te asszonyod, az a plétkás. Na, az aztán biztos, hogy nem. Az egy olyan egy áldott jó asszony, nem plétkás. Fogadjunk, hogy én nap alatt bebizonyítom, hogy a falu összes asszonya mind plétkás. Na, azt szeretném én látni. Na, de fogadjunk. Na, fogadjunk. Fogadjunk egy literbólba. Na. Este pedig a faluban kazan kívánne.
egész áldónak a faluba. Este pedig Jankó betért a kocsmába. Ahogy Isten atyafiak magukat mit néznek? Hajjálapot tényleg így van. Mert hunk én előtt. Hát azt mondják a faluba, hogy betolták. 93 kakas lőtt, 33 gyerekszüket, 33 kakon, de még így be is zártunk. Gyere már ide, koma. Az igaz, hogy megtoltam, de csak egyet, azt is huncutság. A maradék 99-et a falu pletykás asszonyai rakták hozzá. Na, ugye mondtam, komám, hogy bebizonyítom neked egy nap alatt, hogy a falu minden egyes asszony a pletykás. Ennyi, hadd igazadó. Na, te azt a bolt! Na, komám, tessék meg. Na, parad is hozzád, hogy így van. Ezek ittak, jót mulattak. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Vörös volt itt a nóc este, angyalom, ragyogom, szeretem a bort. Most is nézzek a nóc, angyalom, ragyogom, szeretem a bort. Arám, ajjajjajom, én is szeretem a bort. Angyalom, ragyogom, szeretem a bort. Bízom benne, hogy az este további részében is jól fogtok szórakozni. Nagyon szeretném megköszönni mindenki támogatását. Mi egy igazi, nagyon nagy család vagyunk itt mindannyian, akik mindig itt vannak velünk. Szeretném megköszönni Marikának, hogy mindig mellettünk van, és a zenekar összes tagjának, akik nagyon-nagyon sokat dolgoztak, azért, hogy létrejöttek.